nektek, amikor ugye a trió volt még, melyik volt az az emlékezetes, vagy legemlékezetesebb sikeretek, amire te is szívesen emlékszel, mert a közönség itt nagyjában egészében sejtem, hogy a különbség számára mi volt, majd úgy is látni. Hát számomra a legszebb élmény az volt, hogy 1969. januárjában a Zeneakadémia pódiumján Illés Bajtala Tolcsvai. Ott, ahol Beethovent és Kodály műveit hallhattunk, oda fölmehettünk. Olyan megilletődve játszottunk, hogy szinte remeket kezünk lábunk. És mit játszottál, például emlékszel? Emlékszem, a Hold és a lányjal kezdtünk, aztán Ne menj el esőben, Mese a barátom, és még azt hiszem, még volt egy kutatálán. Ja, legyen kedved mindig tanulni. Hát az is ilyen örökzöldé vált egyébként, amit meg talán a közönség mind a mai napig fúj, az a két színű virág. Azt milyen alkalomra írtátok? Jaj Isten! Nem tudod már? Hát én el kell mondanom az igazat, lehet, hogy te se tudod. Biztos, hogy nem. Fogalmam nincs. A következő történik, a kékszínű virág a mi nevünkhöz csatlakozott, és ránk is, mert a kedves közönség az mindig az előadóval azonosítja a dalt, ez természetes. Akkor az öttagú Tolcsvai együttes létezett már, Tolcsvaiék és a trió, és akkoriban Tartos Péter volt az, aki a rádió könnyűzenei osztályán az egyik oszlop volt, Csak fiataloknak című műsor, minden. Meg hát azon kívül a fesztiválok, Made in Hungary, Tessék választani, és a többi. És így az egyik Tessék választani című ilyen nem vetélkedő házi verseny, ha úgy veszünk. Azon belül a Tardos Péter és Huszár Erika című szerzőpárosnak a dalát kaptunk, mint kötelező anyag. Mert úgy volt, hogy egy saját nóta, és volt egy választott kötelező. Olyan, tehát két dalt játszott minden. Én, mi Tardos Péter, Huszár Erika, Kék színű virág című dalát vittük sikerre, hogy úgy mondlak. Annyira sikerült, hogy a kedves közösség a mai napig sokszor azért Tolcsvai dal. Van hozzá közünk azért, mert Péter engedélyezte, hogy hozzám nyúljunk a dal megformálásához, hogy úgy mondjam, ehetővé tételéhez sokkal erőteljesebben hozzányúltunk, mint azt esetleg ő képzelte, de hát mi sem akartuk azt, hogy megbukjunk a szerzeményekkel, hanem csak azért is olyan populáris melódiákat faragtunk mindegyikből, hogy az vigyen bennünket előre. Hát ez esetben ez biztos, hogy sikerült, mert nagyon sokszor hallhatjuk most is, bizonyos rendezvényeken ugye ezt játsszák, és akkor vele együtt fújja a közönség. Én is azt akartam, hogy azzal kezdjünk, mert ez sok mindenki tudja, és hát valaki dalra fakad, de nem hozta el, illetve nem találtad, vagy nem tudom, mit csináltál, de nem hozta el. Én meg elfelejtettem. Nincs meg! Ja, nincs meg! Nincs meg! Van ez kis lemezen jelent meg annak idején, ahol 22 forintba került, és annak idején azok szép lettek játszva, és azon kívül a Magyar Hanglemezgyártó vállalatnál, amikor éppen a mozgás időszak volt, akkor megjelent, tehát amikor rendszerváltás időszak környékén, nem a Hungaratonhoz kapcsolódott, hanem a Favorit szerkesztőséghez egy CD-n jelent meg, ahol ömlesztve a dalainkból egy válogatás volt. És azt a CD-t azt egy alkalommal ma már alig lehet belőle kapni, itt nyíltam, ott lehet kapni belőle, egy alkalommal a Fehérvári Rádiónál egy riport alkalmával ott maradt. Az a CD, tehát nincs nekem belőle otthon. Ez a történet, így volt. Hát akkor tényleg nem tudtad volna el, azt mégis akkor megbocsátok. Kerestem, nem lehetek egyikünk se. Nos, ugye egy idő elteltével a testvéredben az utatok, ha nem is teljesen, de ketté vált. Ez a zenei stílusbeli különbség az már gyerekkorban, vagy ifjúkorban jellemző volt, vagy egyszerűen az ember útja kicsit más felé visz? Ez akkor, amikor az ember, én 4 évvel idősebb vagyok, 3,5 pontosan van. Én voltam a zenekarvezető, én voltam az a 7. aki mondja, hogy merre megyünk, én írtam a szöveget.
Hát, és amikor a fonográf együttes megalakult, engem is hívtak a fonográfba, az Illés Tolcsvaiból a fonográf, akkor mondtam, hogy melyikünk fogja írni a szöveget. Brody vagy én? Jó kérdés. Na most, merre megyünk? Én nem akartam a country zene felé menni, hanem én arra, ahol én elkezdtük, a Hold és a Lány és az a bizonyos népzenei ihletettségű dolog. Én az a népzenei író. Én ebben érzem jól magam. Én akkor majdnem abba hagytam, szó szerint abba akartam hagyni az egészet. Testvérem pedig a fonográf felé ment. Aztán a fonográfnak is vége lett, mert a fiúk visszakanyarodtak hazatérés címmel, hogy idézzem a lemez címeket. De szóval a Laci az világ életében a nagyobb, a hangszínek tetszenek néki, tehát szeret hangszerelni, nagy hangzásvilágot sok emberre, sok zenekarra. Meg egy fordított figura vagyok, én mindjárt kevesünk be. Tehát én már kimerek állni magam. És most, hogyha mondanám, hogy már is állj ki, mert azért kettőt-hármat csak jó lenne, ha itt eldobolnál, akkor így először mivel állnál ki? Hát ha pont ennél az évszámnál tartunk, hogy 1973-74. Ha engem Kressz Albert barátom, aki gödörlön, aki fotóművész barátom, nem tesz bele egy nagy sárga trabantba, és nem visze nekem délkeleti irányba, Erdély országba, ahol én a Gyimesi hegyeken fönn, a Gyesztenában, csodálatos majdnap meglátva, este, aztán a tűz mellett, a pásztor feleségétől nem hallom ezt a népdalt, akkor én most nem ülök itt. Mert nem az vagy, aki? Vagy mert a abba hagytam volna muzsikálást, és lehet, hogy valami akármi mással foglalkoznék, de ez volt az a dal, aki újra irányt adott arra, hogy merre is kell nekem tovább. De ez nagyon helyes, akkor halljuk, és így is egy imesekkel folytattunk volna. Kicsi madár, hogy tudsz élni, jaj, te nem tudsz beszélgetni. Valamint tudok beszélgetni, mégis alig tudok élni. Engem az ég megátkozott, mikor a világra hozott. Azt az átkot mondta rá, ország, világ legyen hazám. Hogy se legyen nyugovásom, csirke bokorra száll.